Hát ugye az ASEAN-nak egy érdekes marketing terve van, tulajdonképpen egy hibrid rendszerről van szó, aminek van egy bináris része, így ha két részre vesszük a dolgokat, meg van egy unilevel része, ami tulajdonképpen így a hálózati rendszereknek az úgymond hagyományos marketing rendszere, és akkor itt ugye az a jó, hogy a kettőt kombinálják. Tulajdonképpen hat különböző jutalék lehetőség van. És ugye itt van felsorolva, hogy mik azok. Ez a kiskereskedői profit, tehát hogy az ugye az, hogyha valakinek kiskeráron adunk el termékeket, akkor ott a különbözet a jutalék. Akkor van egy törzsvásárlói bónusz, azt majd el fogom mondani, hogy mi. Akkor van egy gyorskezdési bónusz, akkor azt is. Ez az 3A bónusz, tehát AAA bónusz, az egy ilyen autoship bónusz. Akkor van a csapatjutalék bónusz, ami a bináris fából jön, tehát a marketing résznek a bináris részéből. Itt le van, úgymond, van egy felső határ, tehát heti 10 000 dollárnál többet nem lehet a bináris fából keresni. Tehát úgy gondolom, ha már az megvan, akkor az már nem olyan rossz. És akkor van egy úgynevezett generációs checkmatch bónusz. Tehát ez a hatodik, ez a generációs bónusz, ez tulajdonképpen az Unilevel rendszerből fizetődik ki. Úgyhogy akkor ezt is elmondjuk. Hát itt ugye, itt is attól függ, hogy ki mennyit akar itt kihasználni ezekből a bónuszokból, hogy milyen gyorsan tud csapatot építeni, milyen gyorsan halad előre a ranglétrán, a szinteken, és egyáltalán mit ér el, meg mit szeretne ő elérni, hogy csak részmunkaidő, teljes munkaidő, vagy ugye komoly üzletet szeretne felépíteni. Tehát ez ugye ez egyénfüggő. Tehát itt vannak, hogyha valaki regisztrál egy új tag, akkor ugye 10.527 forint a regisztrációs díj. Ez egyszeri díj, ezért kapja a weboldalt, a webshop rendszert. Itt nincs éves díj, és ezzel tulajdonképpen kerül be az üzleti rendszerbe, tehát kerül be a bináris fába, meg az Unilever részre. Tehát így tud kezdeni üzletet építeni. És akkor itt vannak ugye a csomagárak, tehát ezek a regisztrációkor lehet választani ezekből a csomagokból, hogy az ASIA hitelt válassza, vagy ez a Renault 28-as ugye, gélt, és megvan, hogy egy csomag, két csomag, négy csomag, nyolc csomag, hogy minek mi az ára, és itt látjuk, hogyha két csomagnál már van egy kis kedvezmény, de négy csomagnál azért már sokkal nagyobb kedvezmény van. Akkor itt az ASEAN-nál például egy dobozzal, tehát négy üveggel ingyen kapunk, és a nyolc csomagosnál akár már két csomaggal kapunk ingyen. Na hát ennyit erről röviden. És természetesen érdemes, sőt, javasolt a regisztrációkor jelentkezni az autoshipre. Tehát be kell jelölni azt, hogy valamilyen autoship csomagra is feliratkozunk. Ez nem azt jelenti, hogy most azonnal ki kell fizetni az autóshippet is, hanem az a regisztrációtól számítva 30 nap múlva aktiválódik. Tehát akkor vonják le a kártyáról, de addig lehet változtatni rajta. Úgyhogy ez tulajdonképpen a következő hónapra biztosítja az autóship ugye a szükséges aktivitást, és itt van egy olyan kedvezmény, ami csak akkor él, hogyha valóban akkor rendeled meg az autóshipet, amikor regisztrálsz, tehát ha 10 perccel utána rendelsz, akkor ez a kedvezmény már nem érvényes. Tehát a regisztrációval egy időbe kell ezt megrendelni. És hogyha ugye itt az első, ez a kezd minimum 100 pontos rendeléssel, ez maga a regisztrációnál, hogy egy olyan csomagot válasz, ami minimum 100 pont, és hogyha 3 hónapon folyamatosan autoshipben vagy, bármilyen termékkel, tehát minimum 100 ponttal továbbra is, akkor a negyedik hónapban kapsz ingyen egy doboz ASEA italt, tehát négy üveg italt. Ez is egy ilyen promóció, hogy ugye az emberek használják. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy akkor 25%-kal olcsóbbba kerül neked így a termék, mert ugye egy csomaggal
ingyen kaptál. Ez a táblázat pedig azt mutatja, hogy tehát a kiskerárakat és az elsőbségi vásárlói árakat és bónuszokat. Tehát, hogyha a felső táblázatot nézzük, akkor itt van egy ASEA csomag, ami ugye négy üvegital. Annak a kiskerára 48.101 forint. Tehát, hogyha valaki nem akar se kiemelt, vagy elsőbségi vásárló lenni, se tag, hanem csak egy kiskár vásárló, akkor ennyiért tudja például a weboldalon megrendelni. Erre kapunk 100 pontot, és 6390 forint bónuszt. Viszont ugyanúgy lehet bárki elsőbségi vásárló, tehát az elsőbség itt a második sor, az ASEA-nál is, meg a Renault-nál is, és hát ez tulajdonképpen egy autoship, tehát aki ugye egy elsőbségi vásárlást jelöl be, akkor ez egy autoship vásárlás lesz. Ő még nem üzleti tag, és nem is kell neki fizetni a 10.500 forintot, de mégis megkapja nagykár áron a termékeket. Ez egy óriási előny, mert így kipróbálhatja a termékeket olcsón, nagykár áron, kedvező áron, annélkül, hogy ő beregisztrált volna a rendszerbe. És az a jó benne, hogy ezzel nem is kötelezi el magát, hogyha akárha csak egyetlen egy vásárlást is csinál, akkor is lehet ilyen elsőbségi vásárló. De viszont, hogyha folyamatosan akarja használni a termékeket, és elsőbségi vásárló akar maradni, akkor ő is havonta tudja módosítani a rendeléseket, tehát havonta folyamatosan megy neki az autósi. És ugyanez a helyzet a Renault-nál is, csak ott a Renault-nál egy kicsit másabb az árok, a bónuszok azok ugyanannyi. És akkor itt beszéltünk Katával, és sokat arról, meg itt a vezetőkkel is, meg Kata is a Trish férjével, hogy tulajdonképpen hogyan lehet a vásárlókat arra motiválni, hogy folyamatos vásárlók maradjanak. Mert hát ugye az adja a stabilitást a pontforgalomba is, meg a jutalékba is, és ugyanakkor hogyan lehet a vásárlókból akár forgalmazót vagy továbbajánlót csinálni. Tehát itt van például, most a tubusokat vesszük alapul, tehát a Renault 28 Gear-t, hogyha ezzel indul egy elsőbségi vásárló, akkor neki a négy tubus, ez 41.307 forint, és ez már a nagykár ár. Tehát ő még nem tanácsadó, vagy nem forgalmazó, hanem ő csak egy elsőbségi vásárló, ingyen beregisztrált a weboldalon, és ennyiért veheti ezeket a termékeket. Ennek az az előnye, hogyha ezzel indul, és nem az ASEA itallal, mert például, hogyha egy személy használ egy tubust, akár arcra, egy ránctalanítani, vagy ízületi problémákra, mert már vannak jó tapasztalatok, azt majd Kata el fogja mondani, akkor neki egy tubus gyakorlatilag egy hónapra elég. Mert annyira kevés kell belőle, és azért elég sok van, tehát 100 ml van egy tubusban. Ezért ő akár a másik három tubust eladhatja. És akkor itt van egy érdekes dolog, hogyha ő mondjuk eladja a másik három tubust a kiskeráron, ami normál kiskerár, az 14.930 forint, akkor neki ingyen van a terméke, mert ez 44.797 forint. Tehát gyakorlatilag visszakapta az egész csomag árát, és még maradt neki 3.489 forint is. Tehát ez egy jó motiváció lehet, mert ingyen használja termékeket, és már van egy kis haszon is rajta. És akkor itt meg lehet kérdezni, ugye miután minimum egy hónapot használta a terméket, vagy egy hetet, vagy bármi, hogy szeretne esetleg több haszonra több szert tenni, többet keresni ezzel, és beregisztrálni partnernek 10.500 forinttal. Mert hogyha ezt megteszi, akkor ő is ugyanúgy tovább tudja ajánlani ezeket a termékeket újabb három személynek. Ő beregisztrált partnernek, akkor például az a három személy, akinek ő ugye eladott egy-egy tubust,
és ugye ők is elégedettek lettek a termékkel, akkor nekik is feltehet ugyanezt a kérdést, hogy nem ők is szeretnék ezt tovább ajánlani 3-3 embernek, ugye elsősorban azért, hogy a sajátjuk ingyen legyen, és ők is akár egy kis plusz hasznuk is legyen rajta. Viszont itt az első embernek, ugye aki már tag lett, akkor ő már itt plusz bónuszt kezd el keresni. Tehát akkor a csomagok után ugye kap már 30, tehát a GBI bónusz, ez a jutalékrendszerben sokszor így szerepel mindenhol, ez tulajdonképpen körülbelül $1 megfelelő bónusz, tehát $30, és akkor az ASEA egy ilyen fix dollár árfolyamon számol, tehát ez a 30 GBU bónusz, ez 15.975 forint. Tehát ők most 213 forinttal számolják a dollárt, jó, hogy ez ingadozik ugye felle, de ez egy ilyen stabil árfolyam itt az ASEA-nál. Tehát ő akkor tulajdonképpen még többet kezdett el keresni, és az a három vásárlója is, ő is akkor, ők is elértek oda, hogyha tovább ajánlják 3-3 személynek mind, hogy akkor ők is ingyen használják a terméket, és akkor ők is, nekik is már van egy kis plusz hasznuk. És akkor ezt így lehet tovább folytatni, göngyelíteni ezt a dolgot, ezt az ajánlatot, hogy akkor ez a három embere is, aki már ugye tovább ajánlotta, de még ők nem tagok, hogy akkor ők is regisztráljanak be, és ők is legyenek forgalmazók, tanácsadók, akkor nekik is megnyílik ugye a lehetőség, hogy ők is tudjanak többet keresni, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen elindult a csapatépítés. És akkor itt most már nem számolgattam hogy akkor mennyi lehet a kereset, meg hogy mint, mert itt azt innentől kezdve már ugye egy csapat épül, akkor már többféle bónuszok jönnek be, tehát nem csak ez az értékesítés után járó bónusz, vagy a gyors start bónusz, hanem a csoportos bónusz, az autósi bónusz, majd egy bizonyos szintől ez a check match bónusz is. Tehát itt már elindult ugye a csapat, és akkor itt már ösztönzi őket, hogy akkor ugye még több aktivitást csinálnak, még több embernek ajánlják. Tehát ezt úgy látjuk, hogy ez egy nagyon egyszerű stratégia, mert itt ezt akár az ember egy hét alatt csinálja meg azt, hogy tovább ajánlja három embernek, vagy két hét alatt, vagy három hét, vagy egy hónap alatt, akkor is ugye három embert találni ezzel a géllel, mint vásárló, ami nagyon-nagyon hatékony, így most ízületi problémákra, ez gondolom nem egy nehéz dolog, és árba is nem egy elrettentő ár, még kisker áron sem, egy ilyen havi adag, mert ennél sokkal drágább ilyen ránctalanító krémek, meg akár ízületi problémákra krémek, sprék, meg bármik, tehát sokkal-sokkal magasabb áron vannak, tehát ezt úgy gondoljuk, hogy ez megfizethető ár. Tehát ez a stratégia része, hogy elindulni azon az úton, hogy ugye vásárlókból, érdeklődőkből, ezen a három lépésen keresztül csapattársakat, csapattagokat képezni. Persze, aki azzal a hozzáállással van, hogy ő azonnal egy nagy üzletet akar építeni, akkor ő is megcsinálhatja ezt, de ő mellette akkor folyamatosan ugye hozza be a tanácsadókat, a csapattársakat. Tehát ezt viszont tovább lehet ajánlani, ezt a stratégiát mindenkinek. Akkor most végigmegyek itt, még egy pár dolgot a marketing tervvel kapcsolatban itt lefordítottunk, vagy összegyűjtettünk, azt még itt megmutatom. Nem fogunk nagyon a részleteibe menni, mert itt az elején még annyira nem fontos, hogy tudni azt, hogy most mi történik mondjuk egy gyémántnál, vagy egy platinánál, hanem itt az elején, hogy milyen bónuszok vannak. Az első bónusz, amit ugye azonnal kifizetnek heti szinten, ez a gyors indulási bónusz. Ez tulajdonképpen, hogyha ugye ez már azokra vonatkozik, akik már tagok a rendszerben, tehát ők már ugye tanácsadók, és beléptetnek egy új tanácsadót, vagy partnert, és
akkor itt megvan, fel vannak a táblázatba sorolva, itt az oszlopokba, hogy egy csomaggal, két csomaggal, négy vagy nyolc csomaggal lépik be, és ami pirossal itt be van keretezve, akkor az a, ez a GBU bónusz, tehát amit az előbb mondtam, 20 GBU, tehát az akkor tulajdonképpen 20 dollár értéknek megfelelő bónusz, tehát így forintba számolva. Ugye dupla csomagnál kétszer annyi, négy csomagnál négyszer, nyolcnál nyolcszor annyi, tehát ez már matematika. Az első sorban itt vannak a pontértékek, tehát ugye minimum 100 pont kell, hogy legyen, és az az érdekes, hogy nem csak az kap, aki közvetlenül beléptett valakit, hanem kap még fölötte lévő a két felső vonali szponzor is. Tehát aki közvetlen fölötte van, az is kap 10 GBU-t, tehát mondjuk 10 dollárt ebből, és még az ő fölötte lévő is 5 dollárt, tehát gyakorlatilag itt 35 dollárt visszaosznak ebből a csomagárából, hogyha a kis legkisebb csomagot nézzük. Többieknél persze arányosan többet. Tehát ez a gyors indulási bónuszt, ezt minden belépő után egyszer fizetik ki. Tehát ezt mindig minden belépő után kifizetik. Akkor a következő bónusz lehetőség, ez az autoship bónusz. Tehát ez úgy működik, hogyha már ugye elkezdtél csapatot építeni, és van négy, minimum négy csapattársad, akiknek mindegyiknek minimum 100 pontja van, és még plusz van neked mondjuk 200 pont eladásokból, tehát összesen van 600 csoportpont, akkor ezért fizetnek 100 GBU-t, tehát 100 dollárt. Hogyha ebből a négy emberből minimum kettő szintén megcsinálja ugyanezt, tehát ők is építnek egy csapatot, ők is hoznak négy embert, azok mindegyike ugye minimum 100-100 ponton van, és tehát ők is még akkor plusz 200 pontot még ugye hozzátesznek, tehát gyakorlatilag ők is megcsinálják a 6-600 pontjukat, akkor ezért fizetnek 250 GBU-t, dollárt, és ez még egy harmadik szintig is lemegy, tehát akkor ugye a második szintből lévő csapatokból ugyancsak két-két ember szintén épít egy ilyen négy főből álló, tehát minimum 100-100 ponttal és összesen 600 ponttal így csapatba lévő bónuszt, és akkor arra fizetnek 400 GBU-t. Tehát ez gyakorlatilag 750 GBU, vagyis dollár értékű jutalék. Ez nincs időhöz kötve, vagy mennyi idő alatt csinálod meg. Nem kell egy hét alatt, egy hónap alatt. Tehát ahogy kialakul ez a struktúra, tehát ugye mondjuk így havi szinten azért meg kell legyen ez a teljesítmény, hogy így 100 pontok, meg 600 pont évé, akkor fizetik ki ezeket a bónuszokat. Ja, és ezt tudod követni, tehát a weboldalon erre van a főoldalon egy külön kis ablak, ahol tudod követni, hogy kvalifikáltál-e ezekre a bónuszokra. És hogyha már az első szinten kvalifikáltál, akkor ott már megjelenik, hogy akkor már kerestél 100 dollárt, és akkor már ugye a következő lépés a cél. Akkor nézzük meg a bináris fa rendszert. Az a jutalék, ami a bináris fából jön, az itt ebbe a rendszerbe, azt csoportos bónusznak hívják, tehát a magyar fordításban is így szerepel, tehát akkor mi is ezt használjuk. Tehát tulajdonképpen ez az ábra mutatja egyből azt, hogy ugye ez a rendszer unilevelbe is épül, tehát gyakorlatilag frontba behozhatsz bármennyi embert, ugye itt például négy személy van, így első vonalba, ez az unilevel része, ami például Nickennél is volt, és a bináris az, amikor csak két ágon építkezhetsz, az ugye a két középső vonal, tehát ez így a kettőnek az ötvezete. Hogyha behozol valakit, az mind a két rendszerbe belekerül, tehát automatikusan az unilevelre, meg automatikusan a binárisbe is. Igen, egy jó kis kép ez a bináris rendszer, olyan, mint egy karácsonyfa, te vagy itt a csillag a tetején, és akkor ugye a bejövő emberek azok itt a díszek, a dekoráció, tehát az a lényeg, hogy ugye minél,
minél dekoratívabb legyen ez a karácsonyfa, mert akkor karácsonyra már lesz némi kis ajándék is alatta. Tehát itt az a lényeg ennél, hogy legyél aktív minimum 100 ponttal minden hónapban, hogy egyáltalán megkapd a jutalékot. Na, itt most részletesebben van egy taglalva az, vagyis felvázolva a bináris és az unilevel rendszer. Tehát nézzük a baloldali az unilevel rendszer, mondjuk te behoztál 4 embert, az mind a 4, Ann, Bob, Kurt, Dave, mindeneket frontba kerültek az unilevelbe. Viszont a binárisba csak ugye 2 kerülhet ide frontba, hát az a 2, amelyiket elsőnek behoztál. Anni és a Kürt. És tulajdonképpen a többi, akkor ide alá a fának valamelyik ágára tudod őket elhelyezni. És ugye ők is elkezdenek behozni embereket, például behoz Ann 4 embert, Kürt behoz 4 embert, és ugye ő alattuk is akkor elindul egy ilyen bináris fa, tehát már így ágazik szanaszét, és itt az a lényeg a te szempontodból, hogy egyensúlyban legyen a növekedés mind a két lábon, mert kifizetés az mindig a kisebbik lábforgalma alapján van. Tehát gyakorlatilag fontos az egyensúlyra törekedni, de itt erre még egy példa fog jönni. Tehát így épül gyakorlatilag a struktúra, akit te behozol személyesen, ők ugye bekerülnek neked frontba, akiket ők hoznak be, azok nekik is frontba kerülnek, viszont a bináris fán, hát ide-oda, valamelyik ágra ugye el lehet rakni az embereket. A weboldalon van egy olyan rendszer is, hogy be lehet állítani például azt, hogyha te ugye elkezdesz szponzorálni embereket, hogy azt mindig neked a jobb ágadra tegye, ha látod, hogy gyengébb a jobb ágad, a jobb láb, akkor beállítod, hogy mindaddig, amíg változtatsz rajta, akkor automatikusan az általad behozott személyeket akkor a jobb lábra teszi, vagy beállíthatod, hogy a bal lábra tegye, sőt beállíthatod úgy is, hogy balánsz. Akkor a rendszer nézi, és ő azt nézi, az általad személyesen behozottakat nézi, de nem akik, mert ugye ide a bináris fába fognak tenni, és tesznek is a fölötted lévők is. Tehát, hogyha balanszra, tehát egyensúlyra állítod be, akkor a rendszer nézi az általad behozott embereknek a létszámát, és ahol kevesebben vannak, akkor automatikusan oda teszi a következő ember. És akkor itt van egy példa a kifizetésre, a jutalékra. Majd mindjárt elmondom azt is, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán jutalékot kapjál innen a bináris fávon. És mondtam azt, hogy fontos az egyensúly, és azt is, hogy mindig a kisebb ág szerint fizetik a jutalékot. Például a baloldali ágon keletkezett 6000 pont, tehát csoportpont. A jobb oldali ágon pedig 5000. Akkor ez történik, hogy a jobboldali ág, tehát ugye az a kisebb, akkor az 5000 pontot veszik alapul, és annak fizetik ki a 10%-át. Tehát gyakorlatilag az 5000 pontnak megfelelő forint vagy dollár ugye forgalomnak megfelelően a 10%-át kifizetik, ami itt például, hogyha ezt mondjuk dollárba számoljuk, 5000 dollár, akkor ugye 5000 pont. Hát azért lehet itt a pontokat egyből dollárosítani, mert egy pont az körül, az itt egy dollárról számítják. Tehát akkor itt kerestél 500 dollárt. A másik ágon ugye 6000 dollár volt, tehát ott fennmaradt 1000 dollár. És akkor az 1000 dollár átmegy a következő hétre. És ezt hetente számolják el, tehát heti kifizetés van, és hetente nullázódik. Tehát ugye kifizették neked az 5000 dollárból a 10% jutalékot, akkor itt a következő hétre egy ilyen nulláról indulsz, tehát itt nulla a pontforgalmat, jobb oldalt, viszont a balágon már van neked 1000 forint, 1000 dollárod, vagy 1000 pontértéked, mert átment az előző hétről ide. Tehát hogyha tulajdonképpen a következő héten csak mondjuk 1000 pontot csinálsz a jobbágon is, akkor megkapod, akkor ugye egálban van a két ág, akkor megkapod az 1000 dollárnak a jutalékát.
És ezt minden héten így számolják el. Egy más számítás, tehát itt ugye az előzőn az volt, hogy a kisebbik lábnak kapod a 10%-át, vagy úgy is lehet ezt, úgy is ki lehet számítani, hogy ugye a kisebb láb szerint, tehát ugye 5000 pont, vagy 5000 dollárnak az 5%-át kapod mind a két lábból. Tehát a végeredmény ugyanaz, hogyha egyik lábból számolsz 10%-ot, vagy a két lábból számolsz 5%-okat, az teljesen ugyanaz. Na, menjünk tovább. Tehát ez így az elején a csoportos jutalék. Akkor van egy érdekes dolog, ez a check match bónusz. Itt most nem tudom, mennyire látható a kép, mert itt az ábra. Tehát tulajdonképpen ez a check match bónusz csak a bronz szintől nyílik meg. Itt most ez még annyira nem is fontos, de azért pár szóba elmondom, hogy itt mi történik. Tehát a bronz szintől megnyílik ez a check match bónusz, mert mindjárt a következő oldalon most elő is léptem, de visszalépek. Meg fogjuk nézni, hogy mi kell ahhoz, hogy elérd a bronz szintet. És akkor itt úgy van, hogy például ugye itt van egy ilyen ábra, hogy itt vagy te fent, és van mondjuk példa kedvéért itt négy csapattársad, és akkor úgy épül lefelé a rendszer. És te bronz vagy, mert csak akkor kaphatsz innen jutalékot. Tehát a bronzként két szintig kapsz innen jutalékot. Ez a két szint, ezt úgy határozzák meg, hogy bármelyik ágon az első bronz, az egy szint, az az első szint, itt ugye generációnak nevezik, tehát ilyen generációs mélységek, a második bronz, az a második szint. Tehát ez érdekes dolog, mert mondjuk itt vesszük a négyes példát. Ugye a négyes alatt van egy D személy, ami kékkel van jelölve, akkor van itt két zöld elbetű, és van egy narancssárga szín. Tehát ez a narancssárga szín, ez a bronz. Tehát tulajdonképpen te megkapod itt a mind a négy ember utána jutalékot, de ez a bronz, ami itt elvileg az ötödik szinten van, de neked a kifizetés szempontjából ez a négy ember egy mélység szintnek számít. És hogyha ugye még lefele épül a rendszer, akkor ugyanúgy a következő bronzig lesz egy második szint. És a bronznál már ugye két szintig fizetnek, viszont amikor már elértél a legmagasabb szintig, a tripla király gyémántig, akkor 7 szintig. Tehát itt a 7 szint gyakorlatilag lehet 50 szint mélység is, mert ugye nem mindenki bronz itt a rendszerbe, tehát csak a bronzokat számolják szinteknek. Ezt a bónuszt az szerint fizetik ki, hogy amit ezek az emberek a csapatodba keresnek, annak a keresetnek körülbelül a 10-14%-a, tehát az ő keresetük 10-14%-át kapod meg. Erre nincs egy ilyen fix bónusz, tehát ez így tapasztalat, hogy 10-14%, mert ugye itt függ attól, hogy hányan kvalifikálnak, tehát itt megvan egy bizonyos forgalom, amit elosztanak bizonyos emberek között, viszont ugye Trish elmondta, és Morten is, hogy tehát főleg ugye Tristől tudjuk, hogy a hosszú távon az a tapasztalat, hogy a check match bónusz az így 10-14% közt mozog. Tehát, hogyha ugye minél többet keresnek a te csapatodban lévő emberek, akkor annál többet keresel te is, és ez egy nagyon jó ösztönző szerintem. Akkor nézzük a következőt. Igen, tehát így ennyit a bónuszokról egyelőre, amit így érdemes tudni. Most csak így pár lépésbe, pár szóba, hogy lehet itt rangokat előre lépni. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy te beregisztráltál ugye az asziába, és minimum 100 pontot generáltál, akkor te üzletépítő lettél. És a következő pont, hogyha csoportos jutalékra kvalifikálsz, vagyis kvalifikálj, akkor már el kell érni egy direktor szintet, tehát gyakorlatilag mind a két csapatodba, tehát a bináris fa mind a két ágán minimum kell legyen egy-egy üzletépítőd vagy csapattársad, akik szintén 100-100 pontot teljesítettek,
És akkor így lehet tovább menni, ez a Direktor 300, ugye itt a nevében is benne van, hogy az alacsonyabb pontforgalmú ágon, tehát ugye amelyiken kisebb a forgalom, na azon kell legyen 300 GV, tehát csoportpontod, és minimum személyesen 100 pontod, tehát akkor érted el ezt a Direktor 300-at, és ugyanez a helyzet a Direktor 700-nál is, csak ott 700 csoportpontot kell elérni az alacsonyabb pontforgalmú ágon, és heti szinten. Tehát ezt a 300 pontot, vagy a 700 pontot egy bizonyos héten, tehát péntektől péntekig kell megtermelni. A bronz, az pedig úgy, bronzot úgy lehet elérni, hogy mindkét ágon már van egy olyan csapattársod, vagy nem is mindkét ágon, hanem lehet ez egy ágon is, mindjárt lesznek példák rá, van két olyan csapattársad, akik elérték a Director 300 szintet, és a heti forgalom az alacsonyabb pontforgalmú ágon elérte a 2000 csoport pontot. És akkor a Silvernél, tehát ugye az ezüst, az gyakorlatilag ott már nem elég a két ember, tehát ott már az Unilever rendszer is közrejátszik, tehát ott már három szponzori ággal kell rendelkezzél, tehát minimum három csapattársad kell legyen, akik minimum egy-egy direktori 300 szinten rendelkeznek, és csoport szinte 3000 pont az alacsonyabb forgalmú ágon. Ja, és a bronztól a havi teljesítményed, a személyes aktivitásod az már 200 pont kell legyen a bronzig, csak 100 pont a bronztól, pedig 200 pont. És akkor innentől ugyanaz a mese, tehát az ezüsttől tovább az arany, platina, gyémánt, meg kétszeres, meg háromszoros gyémántok. Ezeknél ugyanaz az ábra, csak itt ugye akkor már négy szponzori ággal, tehát négy különböző csapattal kell rendelkezz. És akkor a heti 5000, akkor a platinumnál ugye heti 10000, és így. Tehát itt ez benne van a jutalék terve, ezt el lehet olvasni, tehát 15, 20, 25, és akkor ugye több ágat kell elindíts, tehát több csapatot gyakorlatilag. Ja, és akkor most itt példa, erre a Director 300-nak az elérésére. Tehát ugye itt van az, hogy minimum 300 pont értékű forgalom kell legyen a kisebbik ágon. Ha megnézzük itt ugye a jobb oldali ágon, meg is van a 300 pont. Ugye a másikon 400 is van, de hát itt nem azt veszik alapul, hanem mindig azt amennyi forgalom a kisebbik ágon van. És ezzel gyakorlatilag elérted ezt a Director 300 szintet, és akkor innentől kezdve már kapod is a jutalékot ebből a bináris ágból, ugye azt szerint, a kifizetés szerint, amit az előbb ugye, mutattam. És akkor egy példa a Director 700-ra. Igen, tehát ugyanaz, tehát minimum 700 pontnak kell lenni valamelyik ágon, tehát a kisebbik ágon. Minimum 700 pontnak kell legyen gyakorlatilag mindkét ágon, mert ha valamelyik ágon kevesebb, mint 700 pont, akkor ugye azt veszik alapul, akkor az nem elég, tehát minimum 700 pont kell legyen. És természetesen ezeknél mind úgy van, hogy te is legyél aktív 100 pont értékbe havonta, tehát nem hetente, hanem havonta. És akkor a bronznak már érdekesebb ugye az elérése. Itt ugye hogy ugyancsak a bináris fát vesszük alapul, akkor vagy bronz, hogyha tehát személyesen a 200 pont már a havi aktivitásod, a havi forgalmad. Ebbe beleszámít az is, hogyha van ügyfél értékesítés, tehát eladás, vagy ha van ez a kiemelt, vagy elsőbségi vásárló, tehát gyakorlatilag akik ugye autoshippen iratkoznak fel, és autoshippen vásárolnak, az ők forgalmuk is beleszámít ebbe a személyes PV-be, és az ők forgalmuk, meg a te személyes forgalmat pedig beleszámít, mindig beleszámítják a kisebb ágon, abba az ágba, melyiken kisebb a forgalom. Viszont akkor itt már ugye 2000 csoportpontot kell legyen, és minimum két szponzor
két olyan csapattársad, akik elérték a Direktor 300 szintet, és ezek lehetnek egy vonalon is, csak az a lényeg, hogy személyes szponzorált, vagy a személyes szponzoráltad által szponzorált. Tehát itt, hogy megnézzük, ugye a kék körök, azok a tanácsadók, akiket te személyesen szponzoráltál, és az nem baj, hogyha ők mind a ketten ugyanazon az ágon vannak. Ez egy jó dolog szerintem, akkor itt nem kell sakkozni, hogy na most ez ide tegyem, oda tegyem. Tehát, hogyha van két jó embered, aki így elindult és halad, és ők történetesen egy ágon vannak, akkor úgyis el tudod érni a bronz szintet. És természetesen el tudod úgy is írni, hogyha ők a két különböző ágon vannak, tehát egy-egy ágon. Tehát ez a példa ugye azt mutatja. A kék körök általad szponzoráltak, csak itt a másik Direct 300-as, az akkor a másik lábon van. És a szürke körök, azok már ugye azok a tanácsadók, akik az általad behozott személyesen szponzorált tanácsadók hoztak be, tehát ők már gyakorlatilag a második mélység neked úgy mondván. És még egy olyan jó lehetőség van, hogyha például ugye az egyik direct, tehát nem te hoztad be személyesen, hanem az általad behozott ember hozta be, és ő ott a mélységbe lett Director 300. Tehát ez is megengedett. Viszont van egy példa arra, hogy mikor nem számít, mikor nem jó, hogyha két director van, vagyis két director nem jó helyen van. Akkor azt is most megmutatom. Tehát például az, hogyha azonoságon van, hogy te ugye szponzoráltál valakit, ő itt egy kék, és akkor ő alatt, akit ő szponzorált, vagy akiket ő szponzorált, azok közt lesz egy Direct 300-as, akkor ez így nem elég, mert tulajdonképpen a kettő egynek számít, mert ugye nem személyesen hoztad be te őket, hanem a személyesen szponzoráltad hozott még egyet. Tehát ez a példa nem jó. Az első három példa az jó volt, ez nem jó ahhoz, hogy bronz legyél. És akkor kaptunk egy ilyen statisztikai adatokat, ugye ez már a tapasztaltaktól, a Trish férjétől, hogy körülbelül mennyi kereset lehet számítani, hogyha ugye az ember jól indul, tehát egy jó indulással az első hónapban akár 235 dollárt is lehet keresni, körülbelül 70 ezer forint, és akkor itt még meg is van, hogy ezek a bónuszok miből tevődhetnek össze, ugye lehet a bináris fából, akkor ez a fast start, ez a gyorsindulás bónusz, akkor ügyfél, tehát eladásból, ügyfélnek, és az autósi bónuszból, tehát ezekből a bónuszokból tehetődik ez össze. Tehát ez jó, mert gyakorlatilag akkor ezzel már bőségesen visszakerested azt a startcsomagot, ugye, ami körülbelül 50 ezer forint a 100 ponttal, és még maradt is belőle. És a következő példa pedig arra van, hogyha már elértél egy Director 300 szintet, és van egy úgymond szolid csapatod, tehát egy működő csapatod, itt nem írja le, hogy, vagy nem írta meg, hogy hány csapattárs kell legyen, hanem körülbelül milyen teljesítmények lehetnek, tehát például a gyorsindulási bónuszból, akkor a bináris fából, az értékesítésből, a checkmatch bónusz, tehát azokból gyakorlatilag akár 525 dollárt is kereshetsz, ami ugye 120 ezer forint, és akkor hozott még egy példát, hogyha már valaki elérte a bronz szintet, és van egy stabil, működő csapata, ahol ugye, tehát minimum akkor 100 pont aktív mindenki, mert ugye ide a bronzhoz azért már kell csapat is, tehát ezt már nem tudod egyedül, tehát itt egyedül gyakorlatilag egy lépést sem tudsz tenni üzleti szinten, mert minimum két ember kell ahhoz, hogy egyáltalán elindulj és pénzt tudjál keresni, de hát egy szolid bronz csapat, azért már több mint 2500 dollárt kereshet, ami ugye körülbelül 550 ezer forint lehet havonta. Hát gondolom ez még nem egy olyan túl nagy kereset, de nem is rossz, és ez még csak a bronz szintnél van, és akkor ugye ettől folytatódik még ezüst, arany, platina és akkor a gyémánt szintek, tehát akkor nem véletlen, hogy Trish a
ugye háromszoros király gyémántként ő 120 ezer dollárt keres havonta. Itt mondtam is itt a múltkor, hogy meg lehet nézni, benne van a top 200 top keresőbe, tehát az MLM rendszerek top keresőibe, az első 200-ban. A múlt héten néztem, vagyis a héten, akkor 119. volt a ranglistán, havi 120 ezer dollárral. Úgyhogy nem rossz. Nem azt jelenti, hogy mindenki fog ennyit keresni, adja Isten, hogy úgy legyen, de gondolom, ha valaki már a 10%-át megkeresi ennek, akkor már azzal is egyenesbe kerül az élet. Úgyhogy sok sikert nektek, tehát most már a végére is érünk, itt lassan a marketing tervnek. Itt is van ugyanúgy milliómosok klub tagság, tehát azt is el lehet érni, hogyha valaki már megkereste az 1 millió dollárt, akkor ide is belekerül. És van egy jó víziója itt az ASEAN-nak. Ugye Zig Ziglar szerint, mindjárt betölt a kép. Igen, tehát mindened meg lehet, amit csak akarsz, feltéve, ha elegendő embernek segítesz, hogy elérjék, amit ők kívánnak. Na, hát akkor én ezzel le is zárom az én részem.